a Fidesz és a KDNP politikusainak és kommunikációs szakembereinek ajánlom, hogy tanulmányozzák figyelmesen a magyar nyelv értelmező szótárát. Mi a siker, mi a kudarc? Mi az igazság, és mi a hazugság? És főleg mi a gyűlölködés, és mi a gyűlöletkampány? Érdemes ezekbe egy kicsit elmélyedni. Matolcsi György miniszter úr példátlan sikernek nevezi az unortodox gazdaságpolitikát, mi szerintünk és sokak szerint ez inkább egy ámokfutásnak tekinthető. Ő szerinte egész Európa iridli és másolja a magyar gazdaságpolitika példáját. Orbán Viktor miniszterelnök úr az elmúlt héten a brüsszeli Brüggel intézetben tartott egy előadást, és ott is lényegében ugyanezt mondta. Azt mondta, hogy a magyar gazdaságpolitika sikertörténet. Nézzük a számokat. Mit hozott 2012, amit Orbán Viktor miniszterelnök úr az előző évben, 2011-ben az elrugaszkodás évének nevezett. A számok, az adatok azt bizonyítják, hogy valóban elrugaszkodott Magyarország a szakadék széléről egyenesen bele a szakadékba. 2012-ben az uniós tagállamok jelentős részében, ha szerény mértékben is, de nőtt a gazdaság. Magyarországon viszont 2012-ben nem nőtt, hanem a térségben a legnagyobb mértékben csökkent. 1,5%-kal volt kisebb a nemzeti össztermék, a GDP, és 6%-kal csökkent decemberben az ipar, ami hát a gazdaságnak egy meghatározó ága. Az Európai Bank, az EBRD előrejelzése szerint 2013-ban is 0,1%-os csökkenés, tehát további recesszió várható. További fontos adat és aggasztó adat, hogy a beruházási ráta, tehát a nemzeti össztermékből a beruházásra fordított rész az az Európai Unióban a legalacsonyabb Magyarországon. Olyan alacsony, hogy nem fedezi még az eszközök értékcsökkenését, az amortizációját sem. Ez főleg a jövőre nézve egy aggasztó adat. Olli Rehn, aki most a pénzügyek felelőse, nemrég azt nyilatkozta, hogy igazából nem is a jelenlegi helyzet aggasztó, hanem az alacsony beruházási ráta miatt a jövő, a középtávú kilátások aggasztóak. Az Európai Unió országai közül Magyarországon a legnagyobb mértékű a pénzromlás mértéke. Az infláció ráadásul nagyobb, mint a keresetek egyébként szerény növekedése. 3,9%-kal nőttek a adózás utáni, tehát a nettó keresetek, az infláció viszont 6%-kal nőtt, tehát jóval magasabb, mint a kereset növekedés. Ha hozzáveszünk, hogy a világon, nem Európában, a világon a legmagasabb a magyar forgalmi adó, az ÁFA kulcsa, 27%, ez meghaladja Svédország, Izland és más hagyományosan magas ÁFA kulcsú országoknak a forgalmi adóját, a világon a legnagyobb. Így aztán végképp a kevesebb pénzből a nagyobb infláció miatt és a magas áfa miatt kevesebbet tudnak vásárolni, fogyasztani, költeni. Miniszterelnök úr makacsul hajtogatja, hogy nálunk nincsenek megszorítások. A tavalyi költségvetés módosításaként összesen 3 brutális csomag került benyújtásra. Kérdezem én, ha ez nem megszorítás, akkor ez mi? Mi az új adók sora? A tranzakciós adó, amely neve azonossága ellenére nem azonos az Európai Unió 11 országa által bevezetni kívánt tranzakciós adóval, az ugyanis a bankok, a pénzintézetek közötti nagy spekulációs célú tőkemozgásokra kivetett tranzakciós adó. Ez az úgynevezett Tobin adó, mint egykori adóügyi biztos, ezt jól ismerem. Míg a magyar tranzakciós adó az az átlag emberek, a kis emberek és a pénzintézetek közötti pénzmozgásra, csekkbefizetésre és egyebekre vonatkozik. Hát ugye ez egész más, mint a nagy spekulatív pénzmozgások megakadályozása vagy hát fékezése. Az új adók között ott van ezen kívül a telefonadó, a közműadó és egy sor olyan adó, ami szinte elképzelhetetlen volt korábban. És az is ténykérdés, hogy kevesebb a támogatás a nyugdíjrendszerhez, a szociális területnek, az egészségügynek,
az oktatásnak, a kultúrának, tehát az élet számos fontos területe kevesebb pénzt kap. Ha ez nem megszorítás, akkor micsoda, netán ajándék, ezt senki nem gondolhatja komolyan, az elnevezés teljesen lényegtelen. A sikerek között szokta emlegetni a kormány a foglalkoztatás növekedését, a foglalkoztatók számának a növekedését, de hát úgy, hogy ebbe beleszámolják a közel 100 000, mondjuk ki nyugodtan, éhbérért foglalkoztatott közmunkást, és azt is, ahogy olvasom a statisztikai felméréseknél, a kérdés az, akiket az utcán felmérésben megszólítanak, hogy dolgozott-e az elmúlt hónapban vagy az elmúlt évben legalább egy órát. Tehát ha a foglalkoztatottak számát így nézzük, akkor bizony ez nem egy igazi előrelépés, sőt. Az viszont tény, KSH által megerősített tény, hogy a versenyszférában ugyanakkor 35 000 munkahely megszűnt. Ez egy komoly hátrány. És dicsekszik a kormány az Audi beruházás bővítésével, dicsekszik a kecskeméti Mercedes-szel. Örülünk ennek, és örülhet az ország is, de azért legyünk már igazságosak, ezekről nem az Orbán kormány állapodott meg, hanem a Gyurcsány, illetve a Bajnai kormány. Az Orbán kormány már csak a sikert aratja le. És az az érzésem, hogy ez a két nagy beruházás ma nem jönne létre, ha a mai feltételeket néznénk, és a mai Magyarországra kellene ilyen beruházást hozni. Tény, eredmény, hogy csökkent az államadóság, és csökkent az államháztartás éves hiánya is. Miért nem osztatlan ennek az elismerése? Miért úgymond fanyalog az Európai Bizottság? A kormányközeli sajtó idézi José Manuel Barroso, Európai Bizottsági elnököt, aki a múlt hét elején, illetve hát ennek a hétnek az elején megtartott találkozón Orbán Viktornak is tolmácsolta az Európai Bizottság elismerését a kormány elkötelezettségéért a pénzügyi stabilitás megteremtése mellett. Ez az elismerés, de mást is mondott Barroso. Azt mondta, és ezt már nem idézik, hogy jobban kellene ügyelni a kormánynak az intézkedések, a kiigazítások minőségére. Arra utalt, hogy egyes hiánycsökkentő intézkedések, például a magánnyugdíj pénzvárban lévő befektetések, illetve megtakarítások elvonása, ez nem ismételhető. Ez egyszer el lehetett venni, ez többet nem lehet megismételni, mert már ott nincs pénz. És arra is utalt, hogy egyes intézkedések mellékhatásai azok sajnos nagyobb kárt okoznak, mint az eredeti baj. Itt van ez a sokat vitatott bankadó. Ugye a jobb oldal azzal érvel, hogy a szocialisták a bankok oldalán állnak, és a bankadó csökkentését tartanák fontosnak. Na most nézzük, mi a helyzet evel a bankadóval, ami egyébként igaz, hogy más uniós országban is van, csak sokkal kisebb. A magyar bankadó mértékénél és arányánál sokszorta kisebb ez a bankadó, és a magyarországi bankadó olyan mértékű, ami durva szó, de szinte megöli a hitelezést. Hát veszteségessé téve egy bankot nem várhatjuk, hogy az növeli a hitelnyújtást, ellenkezőleg csökkenti, esetleg meg is szünteti. És itt van egy összefüggéslánc. Hitelezés, ha ez szűkül, akkor szűkül a beruházás, ezért olyan aggasztóan alacsony a beruházási ráta, ahogy arra utaltam. Ha szűkülnek a beruházások, akkor szűkül a növekedés, illetve nem növekedés van, hanem recesszió, visszaesés. Ha recesszió van, ha visszaesik a gazdaság, akkor viszont nincs munkahelyteremtés, ellenkezőleg a munkahelyek száma csökken. Ez egy ilyen összefüggés láncolat, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ráadásul Európa többi országában a bankadó, ez a kisebb mértékű, de létező bankadó célja a bankszektor konszolidálásához és biztonságának fenntartásához tartalékképzés. Ezt nem költségvetési hiány csökkentésére használják nálunk, ez költségvetési hiány csökkentésére fordítódik. Van más példa is erre, amikor a költségvetés hiány csökkentésére fordítja a kormány például a kommunikációs adót, ami szektorális adó, és abban nem az a baj, hogy ezt kivetették. Annak is lehet vitatni a mértékét, a váratlan bejelentését, de nem ez az igazi probléma. Kötelezettségszegési eljárás nem ezért indult, hanem azért, mert uniós előírás szerint a kommunikációs szektor, ami a technológia húzó ágazata, kivetett bármilyen adó bevételét,
csak a szektor fejlesztésére, szabályozásra, infrastruktúra bővítésére lehet felhasználni, és nem napi költségvetési hiánycsökkentés céljára. Tehát ez is ugyanilyen, ez a bizonyos bankadó úgy is, hogy kisebb mértékű, és másra fordítják az unió többi országába. És emiatt, hogy ilyen egyedi intézkedések, és ráadásul olyan intézkedések, amelyek nagyobb kárt okoznak, ezért van az, hogy az Európai Bizottság nem tudja maradéktalanul örömmel üdvözölni ezeknek az intézkedéseknek a bevezetését, mert az előrejelzések szerint 2013-ban, 14-ben, 15-ben ezek miatt, az okok miatt 3% fölött várható az államháztartás hiánya, bár ne legyen igazuk a jóslatoknak. Nézzük ezt az IMF ügyet, mert ez is egy bonyolult és ellentmondásos ügy, tele váratlan fordulatokkal, kiszámíthatatlansággal. Egyik héten azt mondta a kormány egyik illetékese, hogy szükségünk van a hitelre, másik héten egy másik illetékes, nincs szükségünk rá, még olyan is előfordult, hogy azon a napon, ugyanazon a napon két illetékes közül az egyik a szükségességét, a másik pedig a felesleges voltát hangsúlyozza. Aki azt mondja, hogy a pénzpiacról is lehet finanszírozni a magyar gazdaságot, igazat mond, csak 2,5%-os kamat helyett, mondjuk minimum 5, de inkább 7%-os kamattal vagy hozammal. Azért ez nagy különbség, egy magánember is, ha hitelt vesz föl, akkor igyekszik a legkedvezőbb kamatot választani. Ráadásul itt a magyar állampapírok iránti örvendetesen nagy kereslet, amivel a kormány mint eredménnyel dicsekszik, és azt mondja, hogy ez mutatja a magyar gazdaság jó állapotát. Nem ezt mutatja sajnos, 7%-os hozammal, persze, hogy viszik az állampapírt, mint a cukrot, mikor német állampapírokat nullához közeli hozammal bocsájtanak kiadásra. Hát nyilván valaki egy 1%-os hozamú német állampapírral szemben, főleg ha rövid távon gondolkodik, akkor inkább fogad el, vagy vállalkozik egy magas 7%-os hozammal kibocsájtott állampapír megvásárlására. Ráadásul a kormány tekintélyét porig romboló csúsztatásokkal van tele ez a történet, különböző kampányokkal, hazugsággal, kezdve azzal, hogy az IMF kezdettől világossá tette, a magyar gazdaság állapota csak egy készenléti hitelre jogosít. A kormány néha-néha megpróbálkozik ebben a rugalmas hitel, line-nal, hitel vonallal, Lengyelországra hivatkozik, csak hát a lengyel gazdaság és a magyar gazdaság eredményei sajnos nem hasonlíthatók össze a magyar gazdaság gyengeségei miatt. És hát a hirdetések a nem létező IMF követeléssel. Azt kell mondjam, ugye elég sok ismerősöm van a nemzetközi pénzügyi világban az adóügyi biztosi múltamból, Christine Lagarde, az IMF elnök asszonya, illetve vezérigazgatója is évekig ugyanannak az ECOFIN-nak a munkájában vett részt, amiben én is. Nos, az az igazság, hogy ez példátlan szó, hogy egy kormány azzal vádolja meg az IMF-et, hogy ilyen és ilyen embertelen feltételeket követel a hitelért cserébe, ami nem igaz. Az IMF ki is adott egy nyilatkozatot, hogy egyik követelés sincs, se a nyugdíjak megvonása, csökkentése és a különböző egyéb nem szerepel a követelések között. Tavaly nyáron miniszterelnök úr tett egy diadalmas bejelentést. Azt mondta, hogy győzelemmel ért véget a szabadságharc. Az a szabadságharc, amit Magyarország, ő szerinte az Európai Unió ellen vív, volt biztos kollégáim töprengenek azon, hogy akkor Magyarország a frontvonal két oldalán áll, mert mint tagállam ott van a gyarmatosítók között, és mint gyarmatosított áll a másik oldalon, onnan vívja a szabadságharcot egy olyan integráció ellen, aminek ő maga is tagja. Hát ezt elég nehéz megmagyarázni, mondhatni lehetetlen. Most Barrosóval találkozva a miniszterelnök úr óvatosabban fogalmazott, mert azt mondta, hogy a konfliktusok a magyar kormány és az Európai Bizottság között így vagy úgy rendeződtek, ez igaz, rendeződött így, ami azt jelentette, hogy a kormány meghátrált, és rendeződött úgy, ami azt jelentette, hogy a kormányt elmarasztalták. Az Európai Bizottság nem vonult vissza egyetlen kérdésbe. Ha a kormány meghátrál, azt hagyd mondjam, az jó, az ország lakosságának jó. Ha elmarasztalják, az meg az országnak rossz, hiszen ennek a pénzügyi terhét az adófizetők, a lakosság fizeti. Az MSZP azt kívánja, hogy minél több
konfliktus rendeződjön a jövőbe úgy, hogy a kormány hátráljon meg, és a józanész győzzön, és akkor az országnak mindenképpen jó. Nézzük röviden az oktatást, egy másik kényes területet, ott is csak a tandíj ügyét. A Fidesz és a KDNP politikusai Orbán Viktor, Hoffmann Rózsa, de mások is, de főleg ők ketten, érveltek a tandíj ellen nagyon erőteljesen. Orbán Viktor többször mondta azt, és ez igaz megállapítás, hogy tulajdonképpen ő sem szerzett volna diplomát, hogyha akkor, amikor ő diplomázott, akkor ilyen tandíj lett volna az egyetemeken. A szociális népszavazást kezdeményezve 2008-ban lényegében megakadályozták egy méltányos összegű képzési hozzájárulás bevezetését, és ezzel az oktatás reformját. Azóta kiderült egyértelműen, hogy itt saját céljaikat, rövid távú pártpolitikai érdekeiket, a hatalom megszerzését fontosabbnak tartották, mint az oktatás, illetve az ország hosszú távú érdekeit. Miniszterelnök úr még 2012 őszén is a tandíj ellen érvelt, azt mondta, hogy tandíj nem lesz, semmilyen fizetési kötelezettség nem zárhatja el egyetlen fiatal előtt sem a felemelkedés útját. Ez egy nagyon igaz mondás, de azután a egyetemekre, főiskolákra történő jelentkezés határideje előtt 2 hónappal bejelentették, méghozzá drámai tandíj bevezetését, azóta is folyik erről a tárgyalás, a kormány itt minden trükköt igénybe vesz, a megosztást, a támadást, a vádaskodást, hogy próbálja a hallgatókat eltántorítani, hát egyelőre nem sok sikerrel. A kormány most más helyzetben van, most nem ellenzékből célja a hatalom megszerzése, hanem kormányon célja a hatalom megtartása. Ezért ő számára előnyös, ha korlátozza a továbbtanulás lehetőségét, hogy lehetőleg csak a kiválasztottak, és az általa kiválasztottaknak legyen lehetősége, hiszen a többség számára megfizethetetlenné válik így a diploma. És végül nézzük a gyűlölködést. Az MSZP állítólagos gyűlöletkampányát kik is vádolják ezzel a szocialistákat? Az a Fidesz vádolja, amelynek vezére Orbán Viktor 2007. júniusában a Budapestre akkreditált magyarországi nagykövetek előtt azt mondta, megtanultam, hogy amikor esélyed van megölni, nyilván nem fizikai értelemben gondolta a riválisodat, akkor ne gondolkozz, tedd meg. Hát ez azért egy elég kemény mondás. Vagy a KDNP. Szintén vádolja az MSZP-t gyűlöletkampánnyal, amelynek vezetője Semmilyen Zsolt 2010. januárjában azzal dicsekedett egy interjúban, hogy 100%-osan sikerült megvalósítania, végrehajtani azt a politikai feladatot, amelynek lényege Gyurcsány Ferenc amortizálása, azaz tönkretétele. És akkor még nem beszéltem Bayer Zsolt publicisztikáiról és egy sor más dologról. A vád tárgya tulajdonképpen két plakát. Az egyiken idézik Matolcsy György arcképével azt a sokszoros állítását, hogy a gazdaságpolitika példátlan siker. A siker szó át van húzva, de jól olvasható, ez emlékeztet Matolcsy György miniszter úr mondására, állítására, és az MSZP a tényekre alapozva azt mondja, hogy kudarc, nem siker, kudarc. Másik plakát Hoffmann Rózsa asszony, államtitkár asszony, idézi, eltöröljük a tandíjat, a tények alapján az MSZP vékonyan áthúzta az eltöröljüket, és helyette a bevezetjük szót használta. Ezt a két véleményt, tényekre alapozott véleményt minősítik most már sorra helyi fideszes vezetők, polgármesterek és mások, és magasrangú kormányzati vezetők is, szóvivők gyűlöletkampánynak. Na most kérdezem én, hol van ebbe a gyűlölet? Egy nagyon gyermetek példával hagy illusztráljam ezt a dolgot. Mondjuk valaki azt állítja, hogy 2×2=5. Mások szembesítik a ténnyel, 2×2=4. Ő meg azzal vág vissza, hogy maguk gyűlöletkampányt folytatnak ellenem, mert én azt mondtam, hogy 2×2=5. Ugye a gyűlölet az nem ez. Gyűlölet az, mikor valaki a politikai ellenfélnek, a nem fizikai értelemben vett megsemmisítését tűzi célul, és egy sor más ilyen nyilatkozat, hasonló nyilatkozat, amik elhangzottak. Éppen azok szájából, akiknek a pártja most a leginkább gyűlöletkeltéssel vádolja a szocialistákat. Köszönöm.